Mielőtt Isten igényének a hirdetésébe belekezdenénk, szokásomtól eltérek, és most három könyvet fogok reklámozni nektek. Mivel nem tudtam eldönteni, hogy a három közül melyik beszéljek, ezért mind a háromról fogok. Az első a szeretetnek az eszenciája, vagy az öt szeretetnek az ajándéka, a szeretet nyelvének az ajándéka. Ez olyan rövid, hogy ezt nagyon gyorsan ki lehet olvasni, ez még lefekvés előtt szerintem pont jó lesz. De a másik kettő, ez már nem épp olyan vékony, de nem is olyan, de rendkívül fontosnak tartom, sőt ma talán még vissza fogok térni ennek a témájára. Bibliai kézikönyv gyerekeknek. A másik pedig, hogy a netfüggő gyerekek, akik már egy pár X-en túl vagyunk, tudjuk, hogy ezzel a kérdéssel őszintén nem nagyon tudjuk, mit kell kezdeni. Azt látjuk, hogy a gyerekek sokkal inkább értik, érzik a netet, mint mi. Úgy vannak képezve az új gépek, hogy az ujjaikra van méretezve, ha észrevetted, nem a te ujjadra van méretezve. Nem tudom, hogy a körmömmel nyúljak néha hozzá, vagy hova, ez az övékre van. Sőt, én azt gondolom, nem csak a kicsi ujjokra van méretezve, hanem az agy gondolkodásuk tanulmányozása után harmonizálják. Ezért ajánlom minden felelős szülő figyelmébe ezt a könyvecskét, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kihívás ma, nagyon vissza fogok erre térni. Ezért kérlek téged, ne sajnáld az időt, leülni a gyermekeiddel, Bibliát olvasni, beszélgetni. A hit igazából megélése az a családba történik, és nem a gyülekezetbe. Ábrahámról azt mondja Isten, hogy tudom róla, hogy az ő gyermekének megparancsolja majd, hogy az Úr törvényében járjanak. Csak ez nem úgy megy, hogy én ma megparancsolom, hogy járj az Úr törvényében, hanem úgy, hogy leülünk együtt, játékosan, az ő nyelvüket használva, beszélgetni, vidáman, mosolyogva, kicsit megzsarolva, itt mehet, megmondod, hogy kell a telefon? Elolvasunk egy részt a Bibliából, egyet imádkozunk, kicsit beszélgetünk, van egy kis, utána van telefon. Szerintem a legnagyobb büntetőeszköz egy gyereknek, ha meghal az internet. Tehát nagyon nagy téma, őszintén én magam sem tudom, hogy pontosan hogy lehetne ezt kezelni, úgyhogy nagyon is felkeltette a figyelmet. Most láttam először, ezért nem tudok többet mondani róla, de megígérem nektek, hogy ezen a héten ki fogom olvasni. Mert érzem, hogy mint pásztorok új kihívással vagyunk szembeállítva, amire nem voltunk még kellően felkészülve. És ezért fontos, hogy tudjuk a problémát a maga súlyában, és a maga helyesen kezdeni. Nem hiszek a törvényeskedésbe, nem hiszek abban, hogyha tiltással meg lehetne oldani a dolgokat, hanem sokkal inkább szeretettel, türelemmel és szakmai hozzáértéssel adjon az Úr mindannyiunknak. Hát nem egyszerű a gyerek nevelés, azt kinek van legalább egy gyereke, volt vagy már felnőtt, az tudja. Nem véletlenül van a Bibliában az elsőszülötteknek kettős mérce, mert Isten is látta, hogy az ember annyira miért a gyermeknevelés, ez az első nyak praktizál. Ezért, mikor megnőtt, kétszer úgy meg kell áldani. És én gondolom, hogy ezt érdemes betartani ma is, mert ma se vagyunk okosabbak, mint az őseink. Ma is ugyanannyi hibát elkövetünk az elsőszülött tanításában. Azt hiszem, hogy aki velem egykorú, az el tudnám mondani, hogy hát ha most újra nevelni, a kicsit azért másképp csinálnánk. De legtöbben azt hiszem, azt mondanátok inkább, hogy minden másképp csinálnék, vagy nagyon sok minden másképp csinálnánk. De hát nem lehet az életet újrakezdeni. Ezért adjon az Isten kegyelmet. Többet imádkozz a gyermekeidért, mint ahányat lépsz. Soha ne feledkezz el róluk. És nem akkor kell imádkozni a gyerekként, mikor baj van vele, akkor már azt jelenti, hogy nem imádkoztál. Valószínűleg eleget. Nem állítom, csak valószínű. De ha már most elkezdünk érte imádkozni, hát emlékeztek, Jobb története is erről szól amúgy. Mondja az ige, hogy jó,
minden nap áldozatot mutatott be a gyermekeiért. Mondod nekem, és akkor hogy haltak meg? Elmondom, mindegyik a mennybe volt. Honnan tudom biztosan, hogy az első 10 a mennybe van? Bebizonyítom nektek, a Biblia írja. Azt mondta Isten Jobbnak, hogy kettőszeresen megáldlak téged. Kétszer annyi marhája lett, kétszer annyi juha, kétszer annyi szamara. Két dolog nem szaporodott. A felesége és a gyerekek. Abból maradt egy, a feleségből elég egy, látjátok. Szóval elmondani, örömnek is. Örömnek is, nem? Gondolom, nem akarjátok folytatni. És a gyerekeiből csak 10 született. Pedig azt mondta az Úr, hogy kétszer. Miért? Mert a másik 10 nem elveszett, hanem a mennybe volt. Ha elvesztek volna, akkor kellett volna még 10. De mert jó helyen voltak, megvoltak az Úr jelenlétében, ezért nem volt hiába való. Az, hogy nagyon nagy fájdalmakon ment át jobb, csapásokon, ő ezt a szerepet el kellett játsza, de ő ezért fog jutalmat kapni, de nem volt hiába való. És egyetlen egy imád nem hiába való, amit a gyerekeidért, unokáidért teszel. Majd rendkívül kedvenc történetemet fogok olvasni a Bibliából, úgy hiszem, hogy én azért már izgatott vagyok, mert egy nagyon-nagyon nagyon jó üzenete van. Elsősorban eszkatológiai időre szól. Ma úgy gondolom, hogy megegyezünk abban, hogy az utolsó időben élünk. Hányan támogattok engem ebben, és értünk egyet ebben. Tehát majd egy olyan történetet fogunk felolvasni, ami egy egyszerű történet első látásra, de valójában az utolsó időknek egy fontos használati utasítását fogjuk felolvasni. Mert azt tudjuk, hogy megegyeztünk, hogy az utolsó időben élünk. De hogy éljünk az utolsó időben? Ugyanis az van megírva, hogy az utolsó időben a félelem miatt sokan meghalnak. Tehát nagyon sok ember mert látja, hogy mennyire utolsó időben élünk, elkezd félni. Ma szinte nem lehet látni híradót, hogy ne legyen benne legalább vagy egy földrengés, vagy egy háború, vagy egy lecsonkított ember, vagy rengeteg horror. De hogyan lehet túlélni mégis úgy, hogy keresztényként boldogan, vidáman tudjunk élni? Erre egy szó a válasz. Ezt úgy hívják, hogy kegyelem. Kegyelem. És azt mondja az Isten Pál apostolnak, hogy az én kegyelmem elég neked. Tehát, ahogy már a gyűjtésben is be volt vezetve ez a téma, de azért remélem, hogy egy-két újdonsággal azért az Úr szól most is nekünk. A legnagyobb titok az, hogy az utolsó időben kegyelemben bővölködő, kegyelemben élő emberek legyünk. Élhetünk törvény alatt is, élhetünk kegyelem alatt is. Élhetünk, úgyhogy élvezzük az áldást, élmény legyen, boldogságban élhetünk, és úgy is, hogy szenvedői legyünk az utolsó időknek. Én azt szeretném, ha az Istennek a kegyelme még nagyobb növekedés lenne az életünkben, mindannyiunkon. Mert nagy szükségünk van az Isten kegyelmére. Legtöbb áldást, amit a Földön kaptunk, azt nem érdemből, hanem kegyelemből kaptuk. Egy kicsit hosszú lesz a történet, de kérlek, hogy türelemmel olvassuk el az igét. Józsué könyve, második rész, első 18 versem. Józsué 2, első verstől olvasom. És Józsué a Nun fia, elküldesül mondván, menjetek el, tekintsétek meg azt a földet, és Jerikót. Azok pedig elmentek és bementek ott egy parázna asszonynak házába, akinek Ráhab volt a neve, és ott hálának. Mikor pedig megjelentették ezt Jerikó királynak, mondván, mert férfiak jöttek ide az éjszaka az Izrael fiai közül a földnek kémlelésére, akkor küldte Jerikó királya Ráhabhoz mondván, hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzád, akik házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék azt a földet.
Az asszony pedig fogal két férfiút, és elrejti vala őket, és mondta, úgy van, bejöttek hozzám a férfiak, de azt se tudom, honnan valók voltak. És kimentek-e férfiak kapuzáráskor a sötétben, nem tudom, hová mentek a férfiak. Siessetek gyorsan utánok, mert utolérhetitek őket. Pedig ő felhágatta őket a ház héjára, és elbújtatta őket a száraz lent közé, amely neki a ház héjára volt kirakva. És utánok sietének a férfiak a Jordánhoz vívő úton a rév felé, a kaput pedig bezárták. Azután, hogy kimenének azok, akik őket üldözik valom, ők pedig még le sem feküdtek, amikor felmérne ő hozzájuk az asszony a ház héjára. És mondta a férfiaknak, tudom, hogy az Úr nektek adta a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakossa megolvad előttek. Mert hallottuk, hogy megszállította az Úr a Veres-tenger vizét előttetek, és mikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit cselekedtetek az emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Oggal, akiket megöltetek. És amint hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti istenetek, az Isten fenn az égben, és alant a földön. Most azért esküdjetek meg, kérlek nekem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekeztek majd az én atyámok házával, és igazért adtok nekem, hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi és nőtestvéreimet, és mindent, ami az övék, és megmentétek a mi lelkünket a halálból, és mondanak neki a férfiak, a mi lelkünket érje helyettetek a halál, ha meg nem jelentétek ezt a mi dolgunkat. És ha nekünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veled. Alábocsátá azért őket kötélen az ablakon, mert az ő háza a kőkerítés falán valam, és ő a kőkerítésen lakik valam. És mondta nekik, a hegyre menjetek, hogy reátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek három napig, amíg visszatérnek az üldözők, aztán pedig menjetek magatok után, magatok útján. A férfiak pedig mondának neki, ártatlanok leszünk ezen te eskedésedtől, amelyen te megeskedtél minket. Ha bejövünk mi erre a földre, közd a veres fonalú zsinort ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket, atyádnak, anyádnak, és atyád fejét pedig, és atyádnak egész háznépét, gyűjtsd be magadhoz a házban. Amen. Amen. Fantasztikus egy történetről van szó, sokkal többről van szó, mint egy egyszerű történelmi esemény. Igazából szeretnék egy párhuzamot vonni két nagy bibliai személy között, Ráháb és Lót között. Az élettörténetük és az őket körülvevő világ egy eszkatológiai előképe annak a világnak, amelyben mi élünk. Biblia mondja, hogy Lót is olyan világban élt, mint mi, mint az utolsó időkben. Most is olyan világban élünk, mint Lót, és egy kicsit hasonlít az életterünk a Ráhábéhoz. Sajnos Lót nem sikerült, hogy átvegye azt a kegyelmet, azt az áldást, amiben ő is részesedhetett volna, de Ráhábnak sikerült. Ezért most sokkal többet Ráhábról fogunk beszélni, mert ő az, aki annak ellenére, hogy rendkívül nehéz időszakban élt, nagyon rossz körülmények között élt, egy ítélet kellős közepébe át tudta venni Isten csodálatos kegyelmét, és ő a hite által átrepítette magát a kegyelmi korszakba. És Istennek a jósága, a kegyelme vette körül, sőt mondok egy hírt, ma is az Úr kegyelme veszi körül, mert meggyőződésem szerint a mennybe van. Hogyan lehetett, hogy egy olyan ember, mint Ráháb, akinek a nemzete átok alatt volt, már Isten jó előre megmondta Ábrahám ősatyának, hogy ki fogja írtani ezt a földet, hogy emellett is, ezeken belül is Jerikóban élt, Jerikó pedig amúgy is a
a bűnmenetnek, az átoknak is a jelképe, és ez az asszony pedig a legnagyobb áldást tudta átvenni az átok közepette. Egyezünk meg abba, valamit nagyon jól csinált. És gyertek, nézzük meg, mert ha neki sikerült, nekünk is sikerülhet. Az első dolog, amit szeretnék itt kiemelni, ami Ráháptól teljesen független volt, az nem más, mint a kémeknek az útja. Egy kicsit, mielőtt belemegyünk Ráháb történetébe, tisztázzunk egy kicsit a küldöttekről, a kémekről. Mert rendkívül fontos, hogy egészséges látásunk legyen az Isten által kiküldött személyek jelentőségéről, akiket kémeknek vagy küldötteknek nevezhetünk. Mind a kettő igaz. Ezek az emberek, és tudod, hogy te is az Úrnak vagy a küldötte? Fordulj a szomszédod felé, és mondd meg, hogy te is az Úrnak vagy a küldötte. Ha először vagy itt, akkor majd leszel az Úrnak a küldötte. Lehet, hogy még nem vagy, de leszel. Majd másik szomszédod felé fordulj, és mondd meg, hogy te már az Úrnak a küldötte vagy, vagy ha nem, akkor majd leszel. A küldöttek igazából Istennek a természetét és üzenetét szállítják. Ez a lényege. De azért rendkívül nagy jelentősége van, mert hordozzák a személyükben az Istennek a kegyelmét és az ítéletét egy időben. Ugyanaz a személyben benne van a kegyelem üzenete, és benne van az ítélet üzenete. Ugyanaz a személy, ugyanez a két küldött, aki Jerikóra hozta a csapást, a halálos ítéletet hozta, ez az asszonynak meg hozta a menedéket, és az Isten kegyelmét. És ez nagyon sokszor még a Bibliában megismétlődik. Az angyalok, amikor Lótot megkeresték Sodomában, hozták Isten ítéletét Sodomá városára nézve, és azt mondták, hogy mi ezt a helyet elveszítjük. De Lót, igyekezzél, mert amíg te nem mész ki, mi nem tehetünk semmit, mert te kegyelem alatt vagy. Neked pedig azt a jó hírt mondjuk, hogy nem kell elvesz a várossal együtt. Mondjad el a szomszédodnak, hogy nem kell elvesz a várossal együtt. Nem kell részt vegyél a csapásokba. Te megmenekülsz akkor is, ha mindenki melletted elvész. Mert meg van írva a 91. Zsoltárban, hogy elvesznek el mellett 1000-en, jogkezed felől 10000-en, hozzád nem is közelít. Ez a csodálatos jó hír. Ugyanaz a személy. Egyiknek az Istennek a kegyelmét hozza, és másnak pedig az ítéletet. Hogy ki, hogyan, mit vesz át, mondja az ige, hogy Istennek van keménysége, és van kegyelme is. Ma is ez így van. Maga Jézus Krisztus is ezzelre hordozta a kegyelmet is, és az ítéletet is. Mert az, meg mondja az ige, egy János evangélium első rész 14. vers, megkörök minden kritikát az Úr Jézus nevében, hogy telve volt pedig kegyelemmel és igazsággal, de ha belegondolsz jól, egy hamis embernek az igazság mit jelent? Ítélet. És Jézusban mind a kettő benne volt. Hogy te és én kegyelmet veszek át az Istentől, vagy ítéletet, ezt tudod kitől függ? Tőlem. A követek, a küldöttek óriási jelentősége abban áll, hogy ez a két követ kopogott az ajtaján Ráhábnak. Gondolj bele, hány ember lakott még Jerikóba? Hány jó ember lakott? Van ott egy zárójel, lehet, hogy mosolyogsz rajta, amikor olvastuk, mert le van írva múltja ennek a nőnek. Nem igazán szeretünk valakinek a múltjáról beszélni, de valamiért Isten fontosnak látta, hogy legyen odaírva, hogy ez a nő prosti volt. Gondolom, hogy akkor se számított ez egy nagy becsületi tisztességnek. Nem írta volna le az ige. Nem gondolkodtál rajta, hogy nem volt ott egy jóra való becsületes ember? Egy se? Szerintem azért biztosan került legalább egy. Hogy nem mentek ahhoz?
Na most figyeljetek, amit mondok. A kegyelem csak a bűnösöknek jár. És ide ne vesződt tegyél, hanem pontot. A kegyelem csak a bűnösöknek jár, és nem az igazaknak. Jézus így fogalmazza, hogy én nem jöttem az igazakért, hanem a bűnösökért. Ha akarsz részesülni az Isten kegyelméből, akkor ne lobogtasd a magad igazát, mert erre nem működik. Két igazság van a Földön, azt mondják, egy van, de kettő van. Van a saját magunk igaza, és van Istentől nyert igazunk. Aki a saját maga igazával van, az megigazult emberek a Föld legocsmányaibb emberek. Az ördög megverte a Földet egy csomó igaz emberrel. Na ebben nyögünk azóta is. Nincs olyan kegyetlen ember, nincs olyan rosszféle, nincs olyan undorító ember, mint az igaz ember, ki magát igaznak tartja. Isten ritkán ír le horrorképet. Nem merem mondani, mert szinte szalonképtelen. De a Biblia nagyon undorítóan beszél a maga igazával rendelkező emberről. A legocsmányabb. És hidd el, hogy ez ma is így van. Amikor lobogtatod, hogy igazad van, akkor egy dologra számíthatsz. Kiváltod Isten undorát. Vagy szebben fejezem ki magát. Kiváltod Isten utálatát. Harmadik, kiváltod Isten nem törődömségét. Tudod mit? Azt mondja Jézus, hát ha Jézus nem foglalkozott az igazakkal, szerinted ma foglalkozik a kenet? Nem. Ha mindenkit betölt a Szentlélek körülötted, akkor egy tudjad, hogy téged biztos ki fog hagyni. Bekapja a GPS koordinátát, 5. sor, 3. szél, stb. Ez az igaz, ezt hagyd ki, mert nem azért jött. Hát a Szentlélek tudod, ki érjön? Akiért jött Jézus. Valakivel beszéltem, aki börtönmisszióval szolgál, és mondja, hogy a börtönben több, mint fele az embereknek. Teljes meggyőződésre vagy ártatlan. Ti mosolyogtok, de ők meg vannak erről győződve. A szabadon levő emberek pedig 90%-a azt hiszi, hogy igaz. Miért vagyunk megverve ilyen parlamenttel, ilyen vezetőkkel? Mert oda jutottunk, hogy mi a különbség a bolondokház és a parlament között. Tudjátok, telefonszám, semmi más. Miért? Mert tele van önigazultsággal az ember, és nem tud mit csinálni. Isten nem tud segíteni azokon, akik magukat önigazultnak tartják. Azt mondja Jézus, hogy nem küldettem, hanem miért? Csak Izrael elveszett juhaihoz. Tehát ha te igaz vagy, tiszt és önmagadba, ne fáraszd magad, engem se fáraszd magadat, se nyugodtan menj haza, menj sétálni, mert jobban jársz. Az Isten tiszteleten is, csak azok az emberek tudnak áldást venni, aki tudja, hogy nekem az Isten kegyelmére van szükségem. Mert kinek jár kegyelem? Majd mondhatjuk azt, hogy a kegyelem olyan, mint az amnestia. Kinek jár amnestia? Hát csak a bűnösöknek. Igaznak nem tudsz amnestiát adni, megsértődni, nekem mindenkinek amnestia. Én ilyen igazam van. Minden földi vitatkozás, veszekedés, kapcsolatban, házasságban, testvéri kapcsolatban, tudod, hogy miért terülnek? Meg van telve az egyház fafejű igazakkal. És ezért az Úr megszomorodik, és nem tud segíteni rajtuk. Amikor megtelik az ember azzal, hogy igazam van, akkor nem avatkozik be Isten többet. Azt mondja, hát annyira igazad van, akkor bogozd ki, jó? Magaradjunk annyiban, mert én csak a bűnösökkel foglalkozom, majd mikor te is bűnösed, szóljál. És eltennek évek, eltennek évtizedek, hogy emberek úgy élik le a keresztény életüket, hogy eljárnak gyülekezetbe, és nem jönnek arra rá, hogy neki kegyelemre van szüksége. Ja, amikor imádkozik, mondja, drága, kegyelmes, jó Istenem, mert hát a víz szokta fogadni, hogy gondolok, minden kegyelemnek az Istenem, még fokozza, de amikor kinyitja a száját a testvérére,
Vallott, hogy maga a farizeus megtestesítője. És tudod, mi történik? Nem avatkozik be Isten. Nem segít rajta az Isten. Hogy? Mert ő csak a bűnösökkel foglalkozik. Ő csak a rehábokhoz jön. És hogyha te egy ilyen okos tojás vagy, akkor kérlek téged, hogy szállj le lóról, miért ledob. Mert csak egymás között tudunk mi itt hősködni az igazunkkal. Isten előtt mindannyian irgalomra, kegyelemre szorult lények vagyunk. Ha ismerjük, ha nem. De gondold el, hány emberhez tudott volna bemenni a két küldött? Sokhoz. És kihez oda küldötte az Úr? Bűnös emberhez. Sokkal jobb az Isten kegyelméből kapni megigazolást. Mi magunk mossuk magunkat, és próbáljuk mocskos sáros vízzel, tudod, mikor a gyermek a sáros vízzel megmossa az autót, hogy néz ki? Vihetett festődébe. És körülbelül olyan, mint a saját igazunkat fényesítjük. És az Isten kegyelme által vagyunk, akik vagyunk. Ha ezt megtanulod, holnaptól kezdve nem tudsz veszekedni senkivel. Mert ha nincs igazad, akkor miért veszekedsz? A vitatkozásnak és a veszekedésnek az alapja az ego keménysége és az én igazam. Hát nem a Szent Szellem megigazult kenete fog veszekedni a feleségedben levő megigazult kenettel. Egyezzünk meg abban. Hanem az én ó emberem tud veszekedni a te ó embereddel. Akinek egyiknek is ott keresztel volna helyes, a másiknak meg a temetőbe. Nem? Igen vagy nem? Úgy néztek rám, hogy igaz vagy nem igaz, vagy ez most vagy nagyon... Sokat vitatkoztatok az utolsó időben, de remélem, hogy nem. De remélem, hogy megértetek valamit. Ha akarod, hogy az Isten kegyelméből részesüljél, akkor gyertek, nézzük meg, mit csinált Ráhám. Akkor a kegyelemből akarjunk élni, mert azt mondja Pál apostol, hogy aki körülmetélkeztetek a kegyelemből, kiestetek. Nem lehet egyszerre, hogy igazam van, mert a törvény szerint akarok én, igazam van. Jó, igazad van. Oké. Csak akkor nem kapsz kegyelmet. És ha nem kapunk kegyelmet, annyi nekünk. Nem tudunk létezni, nem tudunk élni. Azt nem lehet, hogy Istennel szemben, Istenem irgalmaz, kegyelemből élek, de a házastársamat meg a testvéremet fele meg a megigazult ember, az öntelégült igaz. Ezt se csinálod jól, azt se csinálod jól, nézd meg, én jól csinálom, de ezt nem csinálod jól. Lehet, hogy mindig igazad van. Lehet, hogy úgy igazad van, mint a Szentírásnak. Lehet, hogy róla mintázták a Pál apostolt. Lehet. Nem is találták jól, el lehet. Hányan akartok kegyelem alatt élni az utolsó időben? Akkor gyertek, nézzük meg azt, hogy kell csinálni. Ámen. Hova küldetik a küldött? A bűnös emberhez. Második dolog, amit szeretnék még itt kiemelni, hogy hányan vagytok megtérve az Úrhoz? Mi becsaplak benneteket, hogy cápát húztok, de most nem ússzátok meg, csak elmondom. Azt mondja Jézus, hogy elküldelek titeket. Belegondolsz, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogy te Isten küldöttje vagy? Mert nem csak az angyalok hordozták a kegyelmet és az ítéletet, nem csak ezek a küldöttek, te is hordozod a kegyelmet is és az ítéletet is. Amikor elmondod egy embernek, hogy te megtértél Jézus Krisztushoz, hogy te találkoztál Jézus Krisztussal, ha ő megérti, őt az élet legnagyobb szerencsése, az élete legszerencsésebb napja, kegyelmet kap, üdvösséget kap, Isten gyermeke lesz, óriási dolog. Ha elutasítja, akkor mit kap? Ítéletet. És szeretném, hogy egy kicsit bátrabban üljetek itt, egy kicsit húzd ki magad, mert nagyon-nagyon jelentőségű ember vagy. Hordozod, mint Isten gyermeke, az Isten kegyelmét,
és az Isten ítéletét magadba. És mikor megnyitod a szádat, ez a két variánsa lesz ettől a naptól annak az embernek. Ami nem halott, addig nincs. De azon a nap, amikor te elmondtad neki, ő már választ. Ítélet vagy kegyelem. Ez egy nagyon nagy jelentősége van, hogy Isten félelemmel tegyünk bizonyságot az embereknek. Isten félelemmel legyünk nyitottak, hogy Isten használja, nem mi kell. Ezek a kémek nem voltak valami speciális emberek. Isten emberei voltak. Isten népéhez tartozó emberek. És a hirdetése, az evangélium hirdetése is nem olyan bonyolult. Elmondod azt, amit az Isten a szívedre helyezett. Tényszerűen, hitelesen, ettől kezdve a felelősség az illetőjé. De még erre megpróbálok visszatérni. Menjünk bele a témába, mert mindjárt lejár az idő, és még Rahábról nem beszéltem. Nézzük meg, hogy milyen titkai voltak Rahábnak, mert valamit tudott ez a nő. Hogy lehet az, hogy az egész városban elpusztul, és egy nő pedig kegyelmet kap? Valamit csak tudott. Ilyen érdekes, hogy csak ő tudott részesülni a kegyelemből. Először is mondjuk ki, kegyelem. Mert az, hogy nála szálltak meg, hozzájöttek a követek, ez isteni kegyelem. Tehát amikor valaki neked bizonyságot tett, az, hogy te megtértél, nem magadnak tulajdonítsd, hanem ez egy kegyelem. Az örök kivalóságban hoztak egy döntést, hogy neked valaki hirdesse az evangéliumot, és ezt úgy hívják, hogy kegyelem. Nem én találtam ezt ki, nem te, nem érdemre ment. Egyet tudunk, hogy nem, ez biztos, hogy nem a nő nagyon tisztaságáért kapta, még csak azért sem olyan jó volt. Nem ezért kaptuk. A kegyelmet nem azért kapjuk, mert jók vagyunk. A kegyelem az kegyelem. Mégis megmutatom nektek, hogy volt előzménye, és van előzménye. Annak ellenére, hogy Jézus Krisztus minden ember megváltott, minden ember számára kegyelem van, csak azok az emberek tudják ma is a kegyelmet részesülni, akik a kegyelem törvényszerűségeit megtartják. A kegyelem nem automatikusan működik az embereken. Nekünk is kell tenni lépést. Mert ahhoz, hogy kihirdették az amnestiát, na nálunk nem hirdették ki még, nem tudjuk, hogy lesz, látjátok, milyen bonyolult az amnestia, nem olyan egyszerű kérdés, látjátok, milyen cirkusz van érte. Ugyanígy volt, Jerikóban is balhé volt, mert a király rögtön felháborodott, és rögtön intézkedni akart. Látjátok a különbséget? Egész Jerikó felháborodik a királlyal együtt, de ez az asszony pedig teljesen másképp viszonyult a küldöttekhez, mint a város. Tehát azért vannak előzményei annak, hogy valaki kegyelmet kap, vagy nem. És ha kinyitják a börtönajtót, de valaki ott akar maradni, nem hajlandó levetni azt a csíkos ruhát, akkor hiába volt kihirdett az amnestia. Ezért vedd magadról a gyászruhádat. Vedd magadról a rabruhádat. És öltözködj fel az Úrnak a ruhájába. Élvezd, hogy az Úr megkegyelmezett neked. Élhetsz másképp is. Nézzük meg akkor, milyen titkai voltak. Talán 5-6 ilyen komoly igazságot, vagy talán még 7 is van, amit Rahábnak a kegyelemhez vezető útjához egyrészt előtte, másrészt utána ismerjük meg. 10. versben így mondja, mert hallottuk, hogy az Úr megszállította az Úr a veres tenger vizét előttetek, és ti pedig, amikor kijöttetek Egyiptomból. Tehát az első dolog, amit látunk, hogy Ráháb, mit hallott? Az evangéliumot. Mert mi az, hogy valaki kijön Egyiptomból? Ez az evangélium, hogy ki lehet jönni Egyiptomból.
Látjátok, hogy milyen fontos hirdetni azt, hogy Jézus Krisztus kihozott bennünket Egyiptomból? Egy ember hogy kapott rá hátkegyelmet? Hogy valaki neki hirdette, hogy Egyiptomból kijött Izrael. Ha nem, azt mondja a Biblia, hogy jut valaki hitre, ha nincs prédikálva, ha nincs hirdetve. Hányan jöttetek ki Egyiptomból? Ne ilyen nehézkesen, nem felel, tudom, hogy már egy párszor jégre vittelek, de azért bátrabban jelen. Hát ezt az egyet azért leszégyel. Hányan jöttek ki Egyiptomból? Dicsőség az Úrnak. Akkor szeretnék mondani neked valamit. Nézd meg! Azok az emberek kaphatnak kegyelmet, akiknek te ezt elmondod. Ha te nem mondod el soha valakinek, hogy te kijöttél Egyiptomból, akkor ő nem tud kegyelemhez jutni. Ne teológiát mondjatok, ha figyelitek. Nagyon egyszerű volt ez a teológia. Jött Isten, nagy hatalommal, keresztül nyitotta a Verestenget, Isten népe átjött. Elég egyszerű. Ne bonyolítsd el az üdvösséget, amikor bizonyságot teszel. Nagyon, nagyon sajnálom, mert némely ember, miután egy pár évet eltölt a gyülekezetben, elvégzi az első kezdő bibliaiskolát, elvégzi a haladó bibliaiskolát, elvégzi a felsőfokú bibliaiskolát, és lesz belőle egy képzett képmutató. És mikor bizonyságot kell tenni, nem tudja. Mondja, alaptanítás 1-2, ilyen démonok, olyan átok, ilyen 3, 30 lépés jobbra, 2 balra, ez igazából csárdás. És nem térnek az emberek. Tudod, mire lehet megtérni? Azt mondod, figyelj ide, én benne voltam Egyiptomban, tudom milyen. Kihozott az Úr? Téged? Komolyan? Hát te is voltál bűnös? Én nem a templomba születtem ember. Tényleg? Ilyen egyszerű. A hitele, ez az asszony egy nagyon egyszerű, de nagyon-nagyon nagy hatású bizonságot kapott. Kérlek téged, hogyha már kérdett vagy, már elkoptattál 20 széket a gyülekezetben, már veterán vagy, már öreg keresztény vagy, akkor is maradj normális. Ne bonyolítsd el a bizonyság tevésedet. Mondd meg, ember, vak voltam, de látok. Bűnös voltam, megbocsátott azon. Ennyi. Tényleg? Igen. De mit csináltál? Elfogadtam. Kegyelem. Ennyi. Minél többet bonyolítsuk az embereknek, ők azt mondják, hát akkor ezt én nem tudom végigcsinálni. Ne, neked lehet sikerül, de nekem ez nem sikerül. Hát mit tett Izrael? Igazából csak engedelmeskedett. Futottak, mert hátul kergették, úgyhogy könnyű volt futni. Körülbelül így tértünk meg. Nem is értettük, mit csinálunk. Általában mindig rendel Isten valakit hátulra, hogy kergesse, mert sok ember nem térne, mert elműnek soha Egyiptomból. Van, akit a szegénység kerget, van, akit a betegség, van, akit valaki kerget, egy faraót oda rendel, kergesse. Közben Isten megnyitja a kaput, és mondja, eredszed, fut elől a kenet, utána fut az ember, aztán fut hátul az ördög. Így tértünk meg. Ha nem jó kedvebből tért meg, legtöbb ember. Nem azért, mert érzem, kaptam egy látomást, itt kaptál, ébredj fel, lehet aludtál. Hidd el, ha egészséges, normális bizonságok teszünk, sokkal hatékonyabbak leszünk, mint hogyha bonyolítjuk. Azt hallottuk. Tudod, hogy az ismerőseid hallanak rólad híreket? Még olyanok is hallottak rólad, akit te nem ismersz. Tudod, hogy a mi utcánban lakott az a srác, megint járott, tudva, a reszketősökhöz. Hát ha az a főjelző rólad, hogy te is reszketsz, még mikor nem fázol akkor is, hát én sajnálom, ha ez a legnagyobb hír rólunk. Mert ha eljön ide valaki, és látja, hogy reszketsz, akkor mondja, te lehet, hogy fázik. Másik próbál repülni, lehet, hogy gyakorol. De ezért jobb, de látod, ezek az emberekről nem ez volt a hír, hanem az volt, hogy kijöttek Egyiptomból. Tudod, mi a hír? Hogy megszabadultunk a bűnből, hogy kijöttünk Egyiptomból. És az legyen rólunk a hír, hogy megváltozott, Krisztusi emberekké váltunk. A karakterünk,
a lényünk, nem vagyunk foglyok, nem sártaposunk, már nem a bűnbe gyakorolunk, hanem az Úrnak az útján járunk. Ha ezt hallják rólunk, nehogy félreértsetek, azzal nincs probléma, hogy betölt a Szent Szellem. Csodálatos dolog betöltekezni Szent Szellemmel. Adjon az Úr új töltő kezébe, hogy amennyi beléd fér. Ez nagyon jó. De hidd el, hogy az emberednek az evangélium hirdetésére van szüksége ahhoz, hogy megtérjenek. Nem pedig arra, hogy te mit éltél át a kenet alatt. Az egy bizalmas dolog. Második dolog, még szeretném megmutatni, hogy a Bibliában mindig az evangélium a hallással kezdődik. Sőt, az áldások is, azt mondja 5 Mózes 28.1, hogyha szorgalmatosan hallgatsz az én szavamra. Az egész életed megváltozik. Hogy kezdődik? Hallod. Vasárnap voltam egy gyülekezetben, és nagyon sok új ember volt, fontos emberek jöttek el, mint képviselők, meg ilyenek, és beszéltem arról, hogy hiába hisz valaki az Istenbe, ha nincsen szövetségbe vele, ez rajta sokat nem segít, mert az egész, az evangélium csak a és az áldások csak a szövetséges. És így párszor beszéltem, a végén az oda jön egy ember. Ez tényleg így van? Akkor lemaradtam. Meg volt döbbenve, hogy tényleg? Azt mondja csak, hogy hisz Istenbe, ez nem elég? Nagyon sok ember félre van vezetve. Ezért fontos, hogy hiteles bizonyságtevők legyünk. És a jó bizonyság hatást gyakorol. Hatással van. Nem lehet semlegesen, hogy kijöttél Egyiptomból, ha ismerték a múltadat, és te rajtad most nem látszik semmi, csak az, hogy eljátsz a gyülekezetben, és néha reszkedsz, akkor nagy baj van. Vagy már talán hordasz olyan pollót, amin azt írja, hogy hit gyülekezete, akkor még nagyobb baj van, mert szégyent hozol ránk. Jézusnak a tanítványai mit mondtak Jézusról, a tanítványairól? Látszik rajtuk, hogy Krisztussal voltak. Ismerték a beszédükről. Néha látok embereket a Facebookon, keresztények, obszén dolgokat írnak le. Hát ember, hát hogy ha valaki ilyet olvas, hogy azt mondja, te, ez még Egyiptomba ragadt. Lehet, hogy aki jött, de a száj ott maradt. Ne vigy a szádra olyan dolgot, ami nem illik hozzád. Azt mondja, hogy minden tisztátalan beszéd, kivetessék közületek. Amen? Tehát ez a hallás. Második dolog, amit látunk. És ez még mindig jóval a látogatás előtt volt. 14. versben azt mondja Ráháb, és amint hallottuk, megolvadott a szívünk. Az első dolog, ami nagyon nagy döntő, hogy hogyan reagálunk mi az evangéliumra. Jézusnak a hallgatói is kétfelé lehet osztani. Voltak, akik megtértek, voltak, akik mondták, kicsoda hallgathatja ezt. Egy alkalom, egy prédikáció után valaki írt egy levelet. Hát ez a prédikáció olyan volt, mint a halott lettünk volna. A fejét ki kellett köpjük, mert teli volt csonttal. Van szabadságot kiköpni. Én nem csak tudok meg, ha egy szót sem fogadsz el ebből. Csak mondok neked valamit. Ha akarod, hogy kegyelemben éljél, akkor talán azt csináljuk, amit Ráháb. Mit csinált Ráháb? Megolvadt a szíve. Mikor halljuk az ígét, lehetőségünk van, hogy megolvadt szívvel, megtört szívvel hallgassuk az ígét, és hajlamosak vagyunk, hát én szerintem nem pont úgy van. Én ezt másképp gondolom. Lehet, és nincsen ezzel velem, nem csinálsz rosszat. Én nem haragszok elér meg. Csak rád nem tud jönni a kegyelem csak akkor, ha szíved lágy. Mondjad a szomszédodnak, hogy legyél megolvadt szívű. Megolvadt szívű.
Tudod, mit jelent az, hogy valaki megolvad szívű? Az azt jelenti, hogy fel lehet kenni egy darab kenyérre. Na ez a megolvad szívű. Na, ha téged felkennének egy darab kenyérre, hogy néznél ki? Ha megvan olvadva a szíved, akkor fel lehet kenni. Ha nem? Érdekes az ember, olyan, mint a vaj. Hidegben olyan kemény tud lenni, hogy valakire ráejtik, eltörik a lába. Ha meg jó meleg van, akkor meg teljesen más. Mondja az ige. Ma, ha hallod az úszát, ne keményítsd. Tehát látod, az ige, mikor hallod az igét, akkor a reakciót eldöntő, hogy kegyelem fog érni, vagy ítélet. Volt Jézusnak egy hallgatója, és kezdett, mondta Jézus, hogy add el mindened, és közben, ne csináld, és elment. Meg se hallgatta a prédikáció végét, mert utána beszélt Jézus arról, hogy aki elhagyja én élete, százszor annyit kap még ebben az életben. Jézus mondta el, hogy lesz gazdag az az ember, és felénél felpattant, és elfutott. Ne keményítsd meg a szívedet. Legyél lágy szívű ember. Sámuelről az van megírva, hogy az ő nem engedte, hogy egyetlen egy íge is a földre hújon. Jó szívű volt. Legyünk ilyen emberek. De ez mi kell? Lágy szív. És ez döntés kérdése. Hozz egy döntést, hogy megállítod a szívedet. Apánktól, anyánktól örökölt kemény természetből meg kell térni. Ez csak a megtérés segít. Egy döntés. Megalázom magamat, és megtöröm a szívemet az Úr előtt. Ámen. Látjuk, ez a kettő. Harmadik dolog, amit mond, mivel, hogy ő hallotta már az ígét, megnyitotta a szívét, nézzétek meg, micsoda felismerésre jutott Ráháb, anélkül, hogy elvégezte volna a kezdő bibliai iskolát. 14. vers. Bizony az Úr, de azért csinálunk rövidesen bibliai iskolát, nehogy valaki azt higgye, de megszabadult oda. Bizony az Úr, a ti istenetek az Isten fenn az égben, és alant a földön. Szeretnék itt valamit mondani. Nincs ember, aki meg tud győzni arról, hogy fent van az Isten, az Izrael Istene, és hogy ő az igaz Isten. Nem lehet meggyőzni egyik ember. Visszaemlékszek az időre, amikor én csodálkoztam. Én ateista is voltam. Komolyan mondom. Megtérésem előtt, én nem hittem Istenbe. Azt sem hittem, hogy létezik. Azt én rengeteg embert ismertem, akik azt állították, hogy hiszek, de engem ez nem tudott megváltoztatni. Csak a Szent Szellemnek a munkája után, csak miután megérint Istennek az ereje, csak amikor bemegy a szívedbe a kenet, a jó hír, a jó hír tudja kilobbantani, lángra lobbantani, hogy tényleg, van igaz Isten. Tényleg. Ez az igaz Isten. Nem tudom, hogyha észrevettétek, hogy Ráháb milyen pontosítás lett. Azt mondod, hogy a ti istenetek az igaz. Nem mondod, hogy van Isten az égben, mint mi is hiszünk, a miénk is. Mi egyképpen mondjuk igaz, ti kicsit másképpen, de lényegében nem ugyanaz. Nem. Csak egy igaz Isten van, és ezt úgy hívják, hogy Ábrahám, Izsák és a Jákob istene. Mondjad velem együtt. Az Ábrahám, Izsák és a Jákob istene. Ez az igaz Isten. És nincs más igaz Isten. Minden más Isten hamis. Ma nagyon sok ember hisz Istenbe. Ő is keresztény. Mikor beszélsz nekik a zsidókról, jaj, meg kiakad, mint a kakukkóra. Nincs meg a Ráhábi felismerés.
Ráháb, Izrael azért jött Jerikóba, azért küldöttek a küldöttek, hogy nézzék meg, hogy hogy fogják szétbombázni az egész Jerikót. Ráhábnak az ellenségei jöttek be a házába, amikor még befogadta őket. Ő nem tudhatta, hogy lesz a jövő. Ő egyet tudott, hogy az az Isten igaz, akik képviselnek ezek a küldöttek. És ez az Izrael istene. Ezért nem menj kompromisszumba, meg ne hidd el azt, amikor mondják, hogy hát a drága Isten egy van, most mit kell ebből nagy ügyet csinálni. Egyik úgy hívja, hogy Allah. A másik, hogy mit tudom én, a szentség, a nagy szellem arra, nem ugyanaz? Nem ugyanaz. Hanem azt mondja Ráháb, a ti istenetek, az Izrael istene, na az az igaz Isten, a mennyben és a földön egyaránt. Nincs más. Ha akarsz kegyelmed, akkor ne engedj olyan kompromisszumot, hogy ki az Isten, ebben nem lehet kompromisszumot. A múlt héten megjelentek olyan plakátokkal, azt hiszem a hetek címlapján is volt egy olyan, hogy Amerikában felvonultak emberek, és azt mutatták, hogy Jézus Krisztus nem falakat épít, hanem azokat azért jött, hogy lebontsa. Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békessége, hanem hogy tüzet. Igenis van különbség az igaz és a hamis között. Van bűn és van szent. És e között nagyon nagy a különbség. És senki meg nem látja az Úr orcáját, aki meg nem tér tiszta szívéből. Mert azt mondja a Biblia, szentség nélkül, mondjuk hangosan, hogy senki nem látja meg az Úrat. Senki. Tehát igenis, meg kell engedni Istennek, hogy a zsidók Isten az igaz Isten. Ezért egy keresztény nem engedhet magának, hogy az antiszemitizmus bármilyen finom vagy erősebb formáját beenged a lelkedbe. Miért? Az Istenük az öké. Még jobb legyen, még Isten maga felvette az izraeli nevet is. Megváltoztatta Jákobnak a nevét, és azt mondta, hogy tudod mit, eddig voltam Ábrahám, Izsák, Jákob istene, most ezek Ábrahám, Izsák, Jákob és az Izrael istene. Jobb legyen a zsidókat kétszer említ Isten a saját nevében. Képzeld el, mintha azt úgy mutatkoznál be, hogy Pátkai Robert, Robert. Vagy nem is jól mondtam, hanem azt mondaná Isten, hogy ő a Bandinak is, és az Andrásnak is az istene. Mert megváltoztatta a nevét, de azt mondta, mind a kettő az enyém. Én a tiétek vagyok, és ti az enyémek. Kegyelem csak azután jön az emberre, miután ezt a felismerést megkapja, és ezt ember nem tudja neked megadni. Hogy ez az Isten, ez kell neked. És ez úgy születik meg az emberbe, hogy nem is tudja. Nem tudom, hányan vagytok, én ezt tudom elmondani. Legelőször, amikor őszintén imádkoztam, mert én sokat imádkoztam előtte is, de én sem hittem persze benne, de azt mondták, kell imádkoznod, akkor imádkoztam. De sokat ti nem imádkoztatok így, de én megpróbáltam az is, hogy lehet úgy imádkozni, hogy te se hiszel benne. Elképzelted, milyen eredménye volt annak az imának. De egyszer egy nap elkezdtem őszintén imádkozni, és azt mondtam, Istenem, ha te vagy, és hallod, amit mondok, akkor egyet kérek, szeretnék megismerni. Ettől az imától számítva egy hónapra nem tudom, mi történt bennem. Csak arra ébredtem, hogy van Isten, ő az igaz Isten, szeret engem, többet ez nem kérdés. És ha megnyitjuk a szívünket őszintén az Úrnak, az Úrhoz, ezt a kijelentést megadja mindenkinek, hogy az Izrael Istene az igaz Isten. Többet akkor nem kell mondjana neki, hogy te figyelj, fogadd el, hanem csak annyit tudsz mondani, hogy csodálatos. Negyedik dolog, amit még látunk. És innentől kezdve már látjuk, hogy a cselekedetek is szerepet kapnak. Ahhoz, hogy a kegyelemben éljünk, higgyétek el, hogy vannak dolgok, amit a cselekedeteinkkel is meg kell tegyük. Ahogy egy fogolynak ki kell menni a cellából, ahhoz, hogy kegyelemet kapjon,
Ugyanúgy, nézzük meg, mit csinált Ráháb. Ő pedig felhágatta őket a házhéjára, elbújtatta őket, más szóval, befogadta a házukba, a házába. Ez is le van írva aprólékosan, azt jelenti, hogy ez sem egy automatikus döntés volt. Ő valamilyen módon megtudta, hogy ezek az emberek járnak, és mondta, tudod mit? Az én házam nyitva áll előtted. Negyedik dolog, ami úgy gondolom, hogy a kegyelemnek egy rendkívül fontos, ha akarom, hogy kegyelem, hányan akarjátok, hogy kegyelem legyen rajtatok? Akkor most eljutottunk a cselekedet területére, és ez nem más, mint a követekkel való viselkedés. Hogyan viselkedek az Isten követeivel? Ráháb, ő nem olvasta Máté evangéliumát, ő nem olvasta Mózes könyvét, de tudott valamit. Befogadta a követeket. Megtehette volna, hogy elutasítja? Be. De azzal, hogy befogadta a követeket, mit csinált? Befogadta a kegyelmet. Miért? Kik hordozták a kegyelmet és az ítéletet? Ki hordozza? Hangosabban mondjuk. Az ítéletet? A követ. Nem tudod a kegyelmet úgy átvenni, hogy a kegyelmet hordozó szemét ne fogadd el. Ma nagyon sokan szeretnék személyteleníteni az evangéliumot, hogy Isten kell, de hát az ember nem tudom elfogadni. Én lehet, hogy ott mond, de nem tudom elfogadni. Azt azért nem tudom elfogadni, ezt amatni. Az elején felemeltettem a kezeteket azokkal, akik hiszitek, hogy Isten követei vagytok. Hányan emeltétek fel kezeteket, hogy akik hisztek Jézus Krisztusban, és az Úr követei vagytok? Csak ennyien? Nem meritek felemelni a kezeteket? Szégyenitek? Hát mi van, hogyha most az Úr számolja a mennyből, és azt mondja, na, ha nem emeled fel, akkor ne szégyel, emeld fel magasra a kezedet. De így ezt most forduljatok meg, és nézzél széjjel, hogy lássad. Mindjárt rávezetlek, hogy ezt miért csináljuk. Jó, engedjétek le. Mit olvastunk? Ráháb mit csinált? Befogadta, elrejtette, megvédelmezte, felpártolta kit? A követeket. Akiknek most felemelve láttad a kezét, arról van szó. A követek ezek nem szellemi lények voltak, hogy lebegtek valakik, valami árnyak, gyertek be, Holy Spirit, gyertek. Ezt mindenki be akarná fogadni. De követ, ilyen gyallót ne csinálj. Ilyen ruhában, még a nyakkendő se áll jól. Máshogy mondják, a szeme se áll jól. Pancselés, mi van? De lehet, nála van a kegyelem. Értsd meg, kell a kegyelem? Az a személlyel együtt van. Nincs kegyelem személy nélkül. Jézus Krisztus hogy hozta a kegyelmet? Mondja az ige, és az ige testé lett, és úgy mondja, csak a testélet igébe, ige tudta közvetíteni nekünk a kegyelmet. Amíg az ige nem lett testé, nem tudta közvetíteni az Isten kegyelmét az emberiséggel. Ha lehetett volna, kérdem tőletek, nem tette volna meg Isten, vagy Jézus nem kerülte volna ki ezt a kálváriát? Nem volt egy könnyű dolog. De nem volt más lehetőség. Akkor te se gondold, hogy ő el tudod választani a kegyelmet hordozó szemétől. És ha felemelt a melletted álló ember, fekvő kezét, lehet, hogy az, de felemelte a kezét, akkor tudjad, hogy kegyelem hordozó személy. Ha őt befogadod, a kegyelmet fogadod be. Ha őt elutasítod, a kegyelmet utasítod el. Mi lett volna a sorsa eznek a hölgynek, ha elkergeti a kémeket? Figyelj ide, nem vagy magyar, menj el! Nem vagy még elrendihez tag se, még jobban menj el! Udémérésse vagy, még jobban menj el! Egy más nemzeti volt, hogy jobb legyen. Mi lett volna, ha elkergeti a követeket?
elveszett volna, kegyelem nélkül mondva. Nem lehet kegyelmet kapni úgy, hogy a kegyelmet hordozó embereket bántsad. Mit csinált Ráháb? Tisztázzuk, nem olvasta az János evangéliumát, nem olvasta Mátét, nem olvasta Lukács, nem olvasta az evangéliumát, nem olvasta a törvényt. De egyet érzett, hogy az az ember, aki jött most, az a kegyelmet hordozza. Számára ez fontos. Elrejtette, kimentette, mert a király küldött, hogy likvidálja. Mennyivel másképp bánt, mint a király? Veszélybe sodott a saját életét? Mai napon is, ha hirdeti valaki az evangéliumot, számíthatsz arra, hogy Jerikó királya ki likvidálni akar. Mai napon is kerülnek emberek, akik bántanak. Én még nem láttam olyat, aki az evangéliumot hirdetni egészségesen, hogy ne lenne megtámadva. Most is támadják. Jézus azért bántottak, hogy miért hívott bort. Keresztelő János azért bántották, hogy miért hívott bort. Egy ilyen világban élsz, amikor az Isten hiteles szolgái ki vannak támadva, ki vannak gúnyolva. Mi az, hogy családba gondolkoztok? Ilyen maradi vagytok? Őskonzervak? Igen, úgy maradtunk a második világháborúból. Dicsőség az Úrnak, hogy mai napon is vannak Istennek szolgái, és te is egy ilyen szolga vagy. Köszöntsed a melletted állod, mint kegyelem hordozója, mint az Isten kegyelmének a hordozója, hogy te az Úr kegyelmének a hordozója vagy. Ha még nem vagy, leszel, fordulj a másik szomszédodnak, és neki is gratuláljál, hogy gratulálok, hogy te kegyelem hordozó ember vagy. Akkor megtanuljuk Ráhábbal együtt, hogy kell bánni ezekkel. Befogadjuk, elrejtjük, megvédjük, és még mondok még valamit, meghallgatjuk. Rendkívül fontos volt Ráháb számára nem csak, hogy befogadta, hanem ő is elmondta, amit gondol, és utána meghallgatta, és rájuk hallgat. Akarjuk a kegyelmet, annak hidd el, Ráháb egy profétikus személy. Megmutatja nekünk, hogy hogyan lehet kegyelmet kapni, és hogyan lehet kegyelembe maradni. Ugyanis nem csak a kegyelmet szerezte meg Ráháb, azt is megmondták neki, a küldöttek, hogy oké, most kapsz kegyelmet, de van feltétele. És azt elmondták neki, a küldöttek, hogy hogyan tud kegyelem alatt maradni. Ezért nem csak a megtéréshez kell kegyelem, jaj, de hogy megtérítettél, na, amíg élek, hálás vagyok, de aztán tudod mit, kopjál le. Ez is egy nagy divat. Akarnak használni némelyek, mint a CD-t, vagy most már pendrive-ban. Bevesszük a hasznot, levesszük róla, utána mehet a kukába. De drága testvéreim, a kegyelemre nem csak a megtéréskor van szükségünk, hanem a kegyelemben maradáshoz is szükségünk van Isten eszközére. Mert olyan dolgokat mondtak el utána neki a követek, amitől meg kegyelem alatt tudott maradni, sőt, mai napig is az ő tanácsuk alapján maradt kegyelem alatt. Ámen! Akkor köszöntsed még egyszer a szomszédot, mint kegyelem hordozó. Te nagyon komoly ember vagy, érted? Nem is gondoltam. Ilyen fontos ember vagy. Kegyelem hordozó ember. Kegyelem hordozó ember. Óriási vagy. Óriási. Az utolsó időben, Jerikó leomlása előtti órákban élünk. Emberek, tudod ki a legfontosabb ember az életedben? Akit Isten a te javadra odaküldött, hogy kegyelmet hordozzon. A házastársad, családtagod, apád, anyád, testvérek, azok az emberek, akiket Isten a te életed és az én életemre kegyelem hordozására hívott el. Ezek a legfontosabb emberek a Földön a számodra. Nem véletlenül azért mindent megtesz az ördög azért, hogy ezektől az emberektől eltávolítson, ezektől az emberektől valamilyen módon
meghasonlás történjen, hogy ne tud átvenni a kegyelmed. Lót ennek egy nagyon rossz példája. Nem tudta az élete végén átvenni azt a kegyelmet. De tudod miért? Mert csak egy ideig volt, fogadta a kegyelem hordozó szemét. Ábrahámon keresztül jött rá a kegyelem, de már a megmaradásához szükséges kegyelmet nem tudta átvenni, és ezért elvesztette. Csak nagyon-nagyon törékeny, picin kevés maradt neki. De jobb reménysége vagyok felületek, atyámfiai. Nézzük meg akkor tovább még. Elmondja az ige, hogy egy ötödik pontnak is nevezhetjük, és mondja Ráháb. Tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet. Más szóval hitre jutott. Először volt neki felismerése, de azt mondja a Biblia, hogy az üdvösséghez mi kell? Szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal vallást tett. Kimondta. Valld meg a hitedet. Rendkívül fontos ez a megvallása, a kimondása. Hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneimért. Hiszem, hogy van bűnbocsánatom. Hiszem, hogy van kegyelmem. Hiszem, hogy meghalt Jézus a bűneimért. Ezeket ki kell, nem elég csak szívvel. Először csak, amíg otthon napokat úgy töltött, hogy hallotta, gondolta, de eljött a nap, amikor kimondtad. Hiszem, azaz, tudom, mondja, nem csak hiszem, azt mondja, tudom. Miért? Mert tudod, mi a hit? A hit nem érzelem, emberek. Ma, amikor az embereknek beszélsz hitről, akkor valami sejtelmes, öreg mamás, fejkendős valamire dologra gondolnak. De nem ez a hit. A hit azt mondja, hogy tudom. Zsidókhoz írt levél 14. rész 1. vers azt mondja, hogy a hit meggyőződés. Van egy belső meggyőződésed. Tudom. Honnan? Nem tudom. Tudom. Itt bent van. Ez a hit. Az, hogy remélsz valamit, ez szép, de az üdvösséghez nem elég a reménység. Hanem kell bizonyosság, kell meggyőződés. Például tudnod kell, hogy van Isten. Ezt honnan lehet tudni? Láttad? Na, senki. Mert hogyha láttad, már vagy itt. Csak gazdó. Mégis azt mondja, hogy tudnod kell. Miért? Mert a meggyőződést az embernek az Isten megadja. Másik dolog pedig, amit kell tudni, hogy a hit az mindig jelenről szól. Nem azt mondod, hogy hát figyelj, mi lesz másra velem is, valahol mi lesz a tárgó, és te csak ki segít, hát annyira csak nem lehet létezni rossz, hogy engemet a pokóra vigyen, az egy jó embert mindén. Nem tudom, hallottatok-e ilyen dumát, de én sokat hallottam. Én mindenkivel jót teszek, én igyekszek, ami tőlem telik. Ne alapozhatsz erre, mert ez csak az önigazság. Mi nál az önigazság? Az elején meg tisztáztuk, eltávolít Istentől. De azt mondod, hogy nekem szükségem van Isten égére. De tudom, hogy az én megváltom él. Tudom, hogy van Isten az égben. Tudom, hogy a te Istened igaz, és neked adta a földet. Olyant mondott Ráháb, és ez is úgy gondolom, hogy egy fontos dolog, hogy a föld az tanárok mai napig is tanulmányozzák. Még nem tudják. Az ENSZ-ben nem tudják, Nyugat-Európa, Brüsszelben nem tudják, Amerikában hol tudják, hol nem. Ráháb tudta, ez a föld a tiétek, az Úr nektek adta. Nem olyan rég olvastam egy nagy tanulmányt erről, valaki fel volt háborodva, hogy Isten csak úgy odaadja a földet egyik embernek, így likidál egyik nemzetnek a másiknak. Testvéreim, a föld tulajdonosa az a mindenható Isten, nem az ember. És annak adja, akinek akarja, ő a tulajdonos. És úgy döntött, mivel összehaverkedett Ábrahámmal, azóta figyelj ide, a haverségünk előtt neked adom azt a földet. Tessék. Ki az, aki ellene tud mondani? Senki. Senki. És sokan ezt mai napig vitatják, sőt most már újabban láttam egy új divatot, mert mi nem vagyunk antiszemiták, mi a zsidókat elfogadjuk. De Izrael,
micsoda ország. Egy alkalommal egy heves vitám volt a nyáron, valóban becsületesen már kiborított, már a végén feleségem temperált. Egy emberrel elkezdett nekem beszélni, erről beszél, és nagyon bántotta. Én nem hagytam én sem magam, persze. És mondom neki, őszintén, járt már itt Zelbe? Nem! Hát, akkor miért beszél róla? Ha egyszer elmész arra a földre, akkor érted, miről van szó. Erről. Köszönöm az együttműködést, szuper volt. Ráhábnak kijelentése volt. Az a föld az övéké. Ennyi. És mi emberek alárendeljük magunkat a mindenható Isten döntésének. Nincs az embernek kompetenciája ezt sem megkérdőjelezni, hanem csak elfogadni. A hit nem csak Jézus Krisztus megvált ahhoz, hogy kegyelemben maradj. Na ezt most még, ha nem tudtad, ezt írd fel. Ha meg tudtad, akkor most nagyon jegyezd meg, mert egy érdekes dolgot mondok. A kegyelemben való maradás feltételehez nem elég Jézus Krisztusba vetett hit. Fogozd meg. Fontos, hogy hidd el, hogy Isten Izraelnek adta azt a földet. Ugyanis azt ígérte meg Isten Ábrahámnak, hogy aki téged áld, azt én megáldom, aki téged átkoz, azt én megátkozom én. Nem lehet úgy áldás alatt maradni, és a kegyelem egyezünk meg, hogy a legnagyobb áldás, hogyha elvitatjuk az Ábrahámnak adott ígéretet. Mert sok keresztény van, aki magát, hogy Jézus Krisztusban hiszek, elhiszem, de a kegyelemben való maradás egyik. Ráhát nem csak azt mondta, hogy a ti istenetek, igaz Isten, a föld a miénk, mert apám örököltem, érted, az én őseim vére folyt, érted, nem a tiéd. Hanem azt is elfogadta és elhitte, hogy az Isten nektek adta. Ezért vagyunk ilyen módon egy kicsit Izrael pártiak. Nem azt jelenti, hogy mi azt tartanánk, hogy az izraeli kormány, vagy az izraeli emberek ne követnének el bűnt, vagy ne lennek rengeteg problémák, ott nagyon sok van. Ez nem a mi dolgunk. Nekem az a dolgom, hogy az Istennek az ígéreteit, és azokat a feltételek, amelyek fontosak ahhoz, hogy én kegyelemben maradjak, az betöltsem. Nem tudsz kegyelemben maradni, ha nem szereted Izraelt. Lehet, hogy ezért majd ki fog akadni az internet, majd mikor közvetítni fogják az összevetel, de ez legyen az ő dolguk. És a technikusokat felkérem, hogy vigyázzanak, mert valószínű, hogy erre lesz revans. Nagyon idegesek erre az emberek. Jézus Krisztus még elfogadják. És lehet érezni, hogy beszélek itt a levegőre, és van egy-két antiszemita, szabadítsa meg téged az Úr. Akarsz kegyelemben maradni? Két dolog fontos, hogy megvalld, hogy van Isten az égben, és ez az Izrael Istene. A második pedig, hogy az a föld az övéké. És nem vitatható ez el. Amen! Még a következő, már nem harmadiknál, nem tudom hányadik tartunk. Én már a hatodiknál tartok, képzeljétek el. Második, harmadik, hatodik fel. Jó. Következő felismerése Ráhábnak. Most azért esküdjetek meg, kérlek nekem az Úrra, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veletek, kivel cselekedett irgalmasságot? A követekkel. Nézd a szomszédodra és mondd meg, hogy én mától kezdve, mondjad hangosan neki, nem ilyen vérszegényen, ne ilyen szerencsétlenül mondjátok, hanem magyarul, vagy ha fordítják, akkor angolul, vagy románul, vagy amilyen nyelven. Én mától kezdve irgalmasságot cselekszem veled. Hogy jött a
hogy jött a kenet és a kegyelem Ráhábra? Hogy először ő irgalmasságot cselekedett az Isten követeivel. Mert nagyon sok, uram, irgalmat, a felejtje meg, irgalmat, ilyen. Hát nem működik emberek. Hogy felfelé kérjük a kegyelmet, lefelé meg, vagy hogy van, hogy felfelé nyal, lefelé taposva, hogy van. Ez ne, könnyök, ez nem működik. A kegyelem úgy működik, hogy először én veled kegyelmességet gyakorolok, elnézem a hülyeségeidet, a csomó kocka fejedet, amivel az Isten megáldott. Elszenvedem újra és újra. Hát kinek kell kegyelem? Kinek kell irgalom? A szerencsétlen bűnösöknek. Nem az a követ, aki tökéletes, nem az egy angyal szállt le, és mondta, hogy legyél irgalmas hozzám. Lót nem tudta gyakorolni az angyalokkal az irgalmasságot. Azoknak az angyalokra nem volt szükségük arra, hogy neki kegyelmet gyakoroljanak, de nem is vett kegyelmet. Az Isten angyalai nincsenek ráutalva, hogy mi kegyelmet gyakoroljunk felé. Akármiért kitámadják őket, ők el tudják magukat védni nagyon jól. De az Isten követei teli vannak gyarlósággal. Teli vannak hiányossággal. Teli vannak tökéletlenséggel. Ha láttál valamikor egy tükröt az életedben, akkor tudod, miről beszélek. De az Isten kiválasztott bennünket, a senkiket, hogy Isten követei legyünk. Ilyen embereket, mint mi. De mi volt a Ráháb hozzáállása? Hogy kegyelmet gyakorol. Nem azzal kezdte, hogy te hozzám legyél úriember, hanem először te legyél irgalmas. Mondjuk hangosan, irgalmas. Hangosabban, olyan vérszegényen mondjátok. Irgalmas! Kegyelmes! Azt mondja a Biblia, hogy Isten bővölködik kegyelembe. Nem úgy bocsánat, jaj, már az idegeim, a 200-on vannak. Fogjatok le, emberek, fogjatok le valaki, mert mindjárt nem így van. Ő bővölködik. Amikor mi egymás felé gyakoroljuk a kegyelmet és az irgalmat, akkor igazából a krisztusi természetet nyilvánítjuk meg. Isteni természet nyilvánul meg rajtunk keresztül. A melletted álló, ülő, esendő, tökéletlen, félkész termékre. Hát mi még félkészek vagyunk. Hát ha valaki már kész, akkor az mehet haza, mert itt csak a többi, az félkész. Nem félkegyelmű, félkész, mert azért van különbség a kettő között. Mi egész kegyelmet kérünk az Istentől. Félkészként egész kegyelmet. Van, aki félkegyelmű, és egész kegyelmet akar mi egész kegyelmet akarunk. De félkészek vagyunk. Amíg félkész egy fa, honnan lehet látni, hogy félkész? Teli van szárkával. Ezt a pulpitus nagyjából fa. Tehát van benne fa. Tudjátok, hogy mikor csiszolták ilyen szép símára? Nem ezzel kezdték. Először kifaragták. Aztán megadták neki a formáját. Valószínű, heteket dolgozott a kedves testvérünk, most a mennybe van, nézi, fogja a hasát, úrjög rajtunk. Prédikálok a pulpitusról. Heteket dolgozott, és még nem tette a csiszolóra a kezét. Legtöbb keresztény azt várja a másiktól, hogy miért szólsz, szálkás vagy? Hát ember, még ember formája sincs. Nem, hogy keresztény formája, mert van olyan keresztény, hogy megtér, és nem tudott enni késsel, villával, majdnem azt mondom, ollóval. Hanem olyan, még embert kell faragjon sokunkból először az Isten. Aztán, amikor ember farag, akkor majd úriembert, aztán majd belőle Krisztusi embert, a smillézés a végén van. Ne idegeskedj, hogy durva még a szomszéd. Nem azért durva, hogy örülj neki, hanem az, hogy legyen, miért tűrjél. Hát kinek kell irgalom? Kinek kell kegyelem?
afelé, akinek vannak hibái. Mert kegyelmed, Uram, te kegyelmed, hát mondja az ige, hogy például az anyagi bővölködésnek is mi a feltétele, hogy mert hatalmas arra az Úr, Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Szóval mi szoktuk ezt mondani, Uram, nagy kegyelmed, nagy kegyelmed. Nagyon jó nagy kegyelem. De szóval, hogy kezdődik? Na, hogy kezdődik? Fordulj a szomszédodra, mert ott kezdődik el az új. Így kezdődik el a végtelen. Nincs ember a földön, akinek ne adatott volna meg az a kiváltság, hogy kegyelmet gyakoroljon. Észrevetted, hogy van a környezetedben olyan ember, aki felekkel gyakorolja? Minél nagyobb ember vagy, minél nagyobb kenet fog rád szállni, minél nagyobb kegyelmet akarsz majd, annál nagyobb a felkészítőd. Gratulálok, hogy kiírt normálisan eddig. Ha kicsit megbolondultál, azért sem búsuljál majd, mert ha megvan írva, a bolondok se tévednek el az Isten útján, tehát ez az se csoda. A lényeg, hogy kibírtad eddig, majd tűz, ez már valami. Nagyon is kemény dolog. De nem lehet kegyelemhez jutni, ha nem vagyunk hajlandóak mi kegyelmet gyakorolni, kegyelmet vetni. Mert amit vet az ember, azt aratja. Korrekt az, hogy én a kegyetlenség egy vessem és kegyelmet arassak? Ha igazságtalan volna az Isten. Akarsz kegyelmet aratni? Akkor mától kezdve kezd el tudatosan, nem érzelemből. Ja, én úgy érzem. Tudod, mikor érzi az ember úgy? Mikor elmentek otthonról. Amikor szerelmes fülig, nem is lát, nem is hall. Az egész rokosság mondja neki, hogy te figyelj, nyisd már ki a szemed, te ne szólj bele, mert én látom, mert ő a legcsodálatosabb. Na, aztán felébredtél egyszer, mint Ádám az operációs után. Más az operenciás tengeren is túlment már, mire felébred. És mi a probléma? Akkor, amikor az ember teljesen oda van, akkor nagyon könnyen, mert nem lát semmit. Most, mikor már látod a hibákat, akkor kell gyakorolni a kegyelmet. És akkor nem könnyű. De az Úrral minden lehetséges. Minden lehetséges, minden lehetséges, minden. Néztek rám, ha ne hülyéskedj. Hát én ezt hogy bírom ki? Úgy, hogy kell a kegyelem. A számlánkat mondjuk, Istenem, irgalmaz, mert nagy szükségem van. Csak ez úgy működik, hogy az automat mond mit? A kegyelmet. Kifele? Akiket Isten a házadba küldött. Kegyelmet nem a dél-amerikai testvére felé kell gyakorolni. Vagy az amerikai, észak-amerikai testvérekkel. Hanem kifele kellett gyakorolni, azok a küldöttek fel, akikkel egyházban lakott, akivel egyházban laksz, afele kell gyakoroljál kegyelmet. Ha akarod, hogy a mindenható gyakorolni utána kegyelmet, mert nem ezek az emberek gyakoroltak utána már kegyelmet, ők vették át a irgalmat, de utána mindenható Isten, képzeld el az angyalok, akkor kerülgették ott egyszer, kétszer, 13-jára, nem azért, mert babonáltam, de így alakult. 13-jára kerülték meg, leomlott a falak. Egy helyen nem. Hol? Ahol lakott Ráháb. Ki gyakorolta a kegyelmet Ráhábbal? Az Isten. Nem ők. Nem, hogy köcsög egy év visszajár. Nem. Az Isten úgy részesít téged kegyelemből, ahogy te részesíted az Isten szolgáit kegyelemből, akivel egyházban élsz, vagy egy gyülekezetben, mert egyházhoz tartozunk. Érzem, akkor ámen mondatok, hogy kellett fogózkodjak, de azért meg van, hogy sikerült talpon maradnom. De ezt még egyszer elmondom. Te emberekkel gyakorolsz kegyelmet, de válaszul a mindenhatótól kapsz kegyelmet. Mert azért a falat nem tudta volna megtartani senki, ezt az Isten tartotta meg.
Úgyhogy nem gondolom, hogy olyan nagyon nehéz kitalálni, hogy kifele kell gyakoroljunk kegyelmet. Akivel egyházban laksz, vagy egyházban jársz. Ezek az emberek csak átmenetileg voltak egyházban. De nem sok idő múlva örök életükbe egyházba kerültek. Mert Rehám is bekerült Izrael nemzetsége közé, és velük lakott, mai napig is együtt vannak. Miért? Mert Rehám úgy meggyőződésem szerint kijelentés alapon nem kitalálta, hanem úgy érezte, hogy mit kell csinálni. Ez egy profécia, ez egy tanítás, ez nekünk. És általában azok az emberek, akik fele kegyelmet kell gyakorolni, neked fájdalmat okoznak. Idegesítnek. De közben azt mondják, hogy keresztény. Hogy is le, nem lehetett volna egy jobb keresztényt rögzíteni nekem ide a házamba valaki? Nem mindig tudjuk mi eldönteni. De örülj annak, mert az Istentől nyert kegyelem, annak függvényében lesz az életeden, ahogy te bánsz a most körülötted levő küldöttekkel. Ámen! Bízom abban, egy kicsit meg fogtok változni. Kicsit másképp fogtok egymásra tekinteni. Ne végrehajtó legyél a lakásodban. Mert akkor Isten is végrehajtó lesz melletted. Legyél az irgalomnak az embere. Legyél a kegyelemnek az embere. Hidd el, irgalmat vetsz, irgalmat fogsz aratni. Mondja, hogy amint én irgalmasságot cselekedtem veled. De utána más, a következő felismerés, azt mondja, majd ti is cselekedjetek velem irgalmasságot. Rahab, és ebben itt jön be az, amit a legelején beszéltünk, amiről a legelején beszéltünk, hogy miért választotta Isten ki Rahabot. Tudjátok miért? Rahab teljesen felismerte az első pillanattól, hogy neki kegyelemre van szüksége. Na ez az, amit az igaz farizeusokat nem tudod meggyőzni 150 év gyűlijárás után sem. Mert ő, hát ezt rosszul csinálja a másik, ezt csinálja a másik, és lehet, hogy mind igaza van. Én nem, lehet, hogy igaza van. De ha Ráhab azzal kezdett volna bele, hogy Izrael mit rontott el, na nekem ne pattogjatok, mert én hallottam, 40 évig bosszantottátok az isteneteket. Hagyj már nekem békét. Ti papoltok nekem? Hogy ott a Mózest a vezért is ki akartátok likidálni már többször. Hagyj békén, mert te beszélsz, hát a borjútál, bőgtetek, mint a marhák, ti is a borjútokkal együtt. Mondhatta volna? Persze. Csak ez rajta nem segített volna semmit. Tudod, mi segít rajtad? Ha kegyelmet gyakorolsz. A másik dolog, amit felismert, hogy nekem is kegyelemre van szükségem. Azok az emberek tudnak kegyelmet gyakorolni, akik ebben teljesen magukra ismertek. És ez a probléma sok embernek, hogy nem nincs tisztában, hogy ó, Istenem, hát én nem tudok lenni nélküled. Hát nekem nagy szükségem van a te kegyelmedre. A te kegyelmed elég nekem, de kegyelem nélkül nem élhetek. Kegyelem nélkül nem lehet élni, sőt mondja is, hogy nem csak velem legyetek kegyelmedek, hanem a családommal is, hogy éljünk. Rába arra is felismert, azt a kijelentése is megvolt, nem lehet élni kegyelem nélkül. És az üzenetnek a lényegéhez eljutottunk, amivel a bevezetőt emlékeztek, mondtam, hogy hogyan lehet túlélni az ítéleti korszakokat kegyelemből. Kegyelemből, mondjuk hangosan. Kegyelemből. Ezért érdemes nagyon is megtanulni, megjegyezni, hogy hogyan lehet kegyelemben élni. Hát ajánlom neked a figyelmedbe, menj haza, és még egyszer olvasd át ezt a Ráhab történetét, mert sokkal több van benne, mint elsőre tűnik. Ráhab története rávezet bennünket, hogy hogy lehet kegyelemből élni az ítélet időszakban. A gonosz világ, amikor minden dől össze, minden fal össze fog dőlni, de a tiéd meg fog állni, mert Isten kegyelmet megtart téged.
Az ég és a föld elmúlik, de az Úr megtart, ha kegyelemben járunk. Ne félelem alatt éljél. Ne keserű legyél, hogy mennyi probléma van. Egy hete, két hete, egy barátom eljött, de itt volt az összejöttelés, mondom neki, de én későn, nem menj azok. Melyek azt mondom, ha lesz megint földengés, akkor ne éljenem, hogy gyerek. Azt mondom, olyan gyakorlóan nálunk a földengés, hogy haza kell menjek. Az elég furcsa így élni. Azt a földengés központjához közel laknak. Úgy élnek, hogy mindig van, gyakran van náluk, azt mondom, mindig, sokszor érezzük, hogy földengés van. Hogy ne éljenem meg a gyerekek. És mi van, hogyha nem 6-os tesz, hanem 8-as. Ha nem 8-as, hanem 10-es. Ha elolvasod a jelenések könyvét, körülbelül 16-osról lehet szó. Olyan, hogy kőkövön nem marad. A hegyek elvonulnak. Hegyek meghasadnak. Nincs ember, aki megtartsod. Hogy kapott ilyen nagy kegyelmet, hogy az ő háza nem omlott össze? Azért volt földengés ott is. Többen voltatok velem ott Jerikóban, láttátok, micsoda falak? Hatalmas nagy, talán 6 méter széles, ha emlékszem. Nagyon nagy falak voltak. Hogy az ő háza megmaradt? Tudod miért? Irgalmat gyakorolt és kegyelmet a küldöttekkel. Megéri kegyelmet gyakorolni? Megéri, mert a házad meg fog maradni. Ha az ég és a föld elmúlik, a házad akkor is megmarad. Az életed akkor is megmarad. Isten keze képes téged megőrizni bármilyen körülmények között. Egyet kér tőled az Úr, legyél irgalmas ember, legyél kegyelmes ember. Ámen! Olyan jó az üzenet, de úgy érzem, hogy talán lassan meg fogunk állni. Majd aztán beszélünk arról, hogy még máskor, hogy hogyan működik. De még egy dolgot elmondok záradékül. Még mondtak neki valami, utána, miután ezen túl volt, akkor még mondtak valamit a küldöttek nekik. Mégpedig azt, hogy hogy lehet a kegyelem alatt megmaradni. Két dolog a feltétel annak, hogy kegyelem alatt maradjunk. Olyan házba legyél, ami össze van kötve a mennyel. Tudod, mi köt össze bennünket a mennyel? Ez nem talált olyan jó. Nem minden gyülekezet alá. A veres vonál. Mert a vér az, ami ott van most az Úr előtt, és itt van ma is, hogy megtisztítson bennünket. Azt mondja, másik dolog, amit mond, hogy legyél mind, azért sokan tezik, annyiféle gyülekezet van, annyiféle egyház, most melyik az igazi? Nem van bonyolult. Minden olyan gyülekezet, ami összeköti, amit Jézus vére megtisztított, te nem mond tisztátalannak. Nem kell okosabb legyél. A másik dolog, amit még mondott, hogy lehet megmaradni, hogy menj és gyűjts be mindenkit a házba. Nem azt mondja, és szeretnélek valamire kérni, ne passzívan várd az Úrat, hogy ha úgy is hallottuk, nem sokára visszajön az Úr. Tudod, mi a legfontosabb feladatunk most az Úr visszajövetele előtt? Begyűjteni az embereket a házba. Rokonokat, barátokat és mindenkit. Ez a dolgunk. Kérlek téged, állítsd át egy kicsit a fontossági sorrendet. Kérlek, gyertek fel a dicséret, jöjjön fel nyugodtan. Mert a legnagyobb, sürgetőbb dolog, mielőtt a falak ledőlnek, úgyis minden össze fog dőlni. Tudod, mi a legfontosabb? Gyűjtsed be az egyházba, Isten országába az embereket. Ez a legfontosabb teendő, testvérek. És kérlek benneteket, hogy álljatok fel, és fogunk egyet imádkozni. Bízom abban, hogy az Úr szólt hozzánk, és ha ismersz olyan embert, aki még nincs a házba, akkor gyertek, tegyünk meg mindent ennek érdekében, hogy ők is eljöjjenek. Mennyi atyám! Bátabban! Mennyi atyám! Én az Úr Jézus nevében jövök hozzád. Beismerem, hogy a te kegyelmedre és a te irgalmadra van szükségem. Uram, én most megígérem neked, hogy a kegyelem embere leszek. Irgalom embere leszek. Testvéreimmel, házastársammal,
gyermekeimmel, akik körülvesznek engem, a te irgalmadat és a te kegyelmedet, ezt fogom közvetíteni. Köszönöm neked, Uram, hogy te a kegyelemnek vagy az Istenem. Te, aki bővölködsz kegyelemben, kérlek téged, növeld a te kegyelmedet az életemen, családunkon, gyülekezetünkön, anyagi életemen, az egészségemen. Tarts meg engem és családomat. Tégy engem hasznos embereddé. Nagyon sok ember be tudjak terelni még abban a házban, amely Jézus Krisztus vére ennek az oltalma alatt van. Köszönjük neked, Uram! Köszönjük neked, Uram, az egyházad, amely meg fog állni, ha minden összedől, te akkor is megtartasz. Hiszek benne, Jézus nevében. Köszönöm, hogy meghallgattál. Amen! 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 Halleluja!